Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk legesleg újabb videómban. Köszöntelek tiek, és mindenkinek egy soros napot szeretnék kívánni, és a most következő videóban egy animációs történetet hoztam el nektek, képzeljétek el, arról a csatornáról, ahol elvileg az összes történet igaz, és megtörtént a csatorna nézőivel, szóval akkor ez ezek szerint most sem lesz máshogy, na de a mostani sztorinknak az a címe, hogy egy kígyó leharapta az ő péniszét. Ez így elsőre viccesen hangzik meg minden, de érted, valakivel ez komolyan megtörtént. Szegény srác, tudlak sajnálni, nem is kicsit, de az a baj, hogy TikTokon én rengeteg olyan videót láttam már, hogy olyan térségekben, ahol rengeteg kígyó van, simán fel tud úszni a csatornában, és akkor megjelenik a te WC-dben. Szóval ez lazán megtörténhet bárkivel. De Magyarországon szerencsére nincs ilyen, úgy, ahogy nincsen. Nyugtassuk magunkat, de nem, komolyan, Magyarországon nincsen ilyen, szóval ez a videó után ne kezdjetek el félni a WC-tektől. Na de akkor szerintem derítsük is ki, hogy mégis mi ez az egész pontosan, és akkor kezdjünk is bele. Hey, I'm Benjamin. Szóval ő itt Benjamin, és gondolom, hogy vele történhetett akkor ez az incidens. Nem már! Azt mondja, hogy már 21 éves, és tudja nagyon jól, hogy egész életében szűz fog maradni. Nem lehet visszavarni, vagy valami, és akkor jobb lesz, jobb lesz, mint új korában. Szegény srác. Let me explain you why. A few years ago I went on vacation to Thailand. Elment nyaralni Tájföldre. I had just checked into our hotel. Bejelentkeztek a hoteljükbe. I mean, ő pedig emberi mi voltjából adódóan csak el akart menni békésen a WC-re. It just been off a 10-hour flight and I was bursting. 10 órás repülőút volt. So I sat down on the toilet with my headphones on, listening to music. És mennyire éli a WC-zés, kis zene, telefon meg minden. And I suddenly felt something pulling on my cucumber. My first reflex. És egyszer csak azt érezte, hogy valami ott van a kapitánynál. Haver. Was to jump up and look down. Gyorsan. Megvan ez a kép, hogy ez komolyan megtörtént vele. Az egyik pillanatban békésen csak hallgatja a zenét, a következőben pedig felugrik a WC-ről, és látott egy kígyót. Most itt elnevetgélek ezen, de ez brutális. I saw a big long snake that had sunk its teeth into my cucumber. Érzem a fájdalmadat, haver. Egy hatalmas kígyó volt, és beleharapott a padlizsányába. De érted? Nem lehet oda varni neki egy másikat, vagy valami. Meg hogy pisil egyáltalán? Meg mennyire haraphatta le? Lehet, hogy fullba? Csutkára? Érted? Van olyan kígyó, ami egy embert megeszik egészben. Onto their prey. They normally only eat mice, rats, or chipmunks. But my cucumber must have looked tasty or something, and... Mondja, hogy általában a kígyók egereket, patkányokat esznek, de biztos, hogy az ő répája akkor nagyon incsiklandozóan nézett ki a kígyó számára. And once the snake had bitten into de értitek? It didn't let go again. Nem elég, hogy beleharapott, hanem még mozgatta is benne a fogát, meg minden. Ne aggódj, kapitán, veled nem lesz ilyen sosem. Most, hogy megnyugodtunk, folytassuk is ezt a videót. He started screaming and ran out of the toilet, with the snake still holding on to my cucumber. De amúgy azt hogy szeded le? Mert érted, a csávó kifutott a WC-ből úgy, hogy rajta lóg a kígyó. De hogyha azt le akarod húzni onnan vagy valami, akkor teljesen végig fogja hasítani a szerszámodat. Szóval valahogy a száját a kígyónak ki kéne feszíteni, és úgy leszedni, nem? When I saw my mom, I screamed. Ah, help me! But
my mom just started screaming too. Képzeljétek már amúgy el, hogy mi lehetett ott az anyuka reakció, és mennyire nem számíthatott egy ilyenre, hogy megjelenik a gyereke egy szál himbilimbibe ott előtte, úgy, hogy egy kígyó van rajta. Az anyuka is elkezdett sikongatni, azt mondja a srác. Ew, and didn't help at all. So, in the end, I tried to pull the snake's mouth open. But this made the snake bite down even harder. Hallod, ez rendes fájdalmas nézni is amúgy. Nem, hogyha ez veled történik meg, azt mondja, hogy az anyukája nem segített neki, mivel annyira be volt pánikolva, ezért ő szétpróbálta feszíteni a kígyónak a száját, hogy levegye onnan, de erre a kígyó csak sokkal mérgesebb lett meg minden, és minél erősebben szorította össze a száját, meg harapta. And that's when it happened. My cucumber got bitten off, and the snake swallowed 4/5 of it. Hogy micsoda? Több mint a felét. Így vizuálisan látva ezt az egészet, most szembesülök vele, hogy ez az egész mennyire durva. Amikor olvastam a címet, hogy letépte, nem sokkolt le annyira, mint most ez engem. Got bitten off, and the snake swallowed 4/5 of it. Ja, hogy le is nyelte a kígyó az ő kígyóját. Biztos, hogy fel vagyunk mi erre készülve? To go to the hospital ASAP. But first I asked my mom to catch the snake and cut it open, so that we could later sew my cucumber back together. Azonnal elindultak a kórházba, de előtte megkérte az anyukáját, hogy kapja el azt a kígyót, és valahogy szerezzék vissza a kígyó gyomrából, de hát csak vissza tudják szerezni. And the snake escaped. Meanwhile, I found a taxi to get to a hospital. Az anyukája túlságosan félt tőle, és a kígyó így random elszökött a gyomrában a csávónak a férfiasságával. But the driver kept arguing how my blood was ruining his seats. I got so angry, I used my left arm to pull him out of his own taxi, while holding my cucumber with my right hand. Hívott egy taxit, a taxi sofőr pedig mondta, hogy így nem szállhat be a taxiba, mivel mindent összevérezne, a csávó pedig jobb kézzel fogta a főnök urat, bal kézzel pedig kiráncigálta a taxi sofőrjét, és ő egyedül oda vezetett a kórházba. Ez amúgy nem bűncselekmény, haver, vagy ilyen esetben végül is bármit lehet szinte, érted, csak minden hamarabb odaérjél, és hát, ha akkor tudnak kezdeni veled valamit. I had never driven a car before, but it was... Mondja, hogy még sosem vezetett autót. Hát de akkor ezek szerint jogsia sincs meg semmi. Wasn't that complicated? And after 20 minutes... De nem volt olyan bonyolult, megoldotta ő. Driving, I had found a 20 perc után pedig talált egy kórházat. Lobby, I was covered in blood and screamed, help, help. Befutott a kórházba, csupa vér volt, és segítségért kiáltott. When the nurses saw me, they immediately brought me into the emergency. Ahogy meglátták őt a nővérek, egyből egy hordágyra fektették, és már tolták is be. Save my cucumber, but the doctors just kept on asking me whether it was a poisonous snake or not. But I mean, how was I supposed to know that? Az orvos pedig azt kérdezgette tőle, hogy ez vajon mérges kígyó volt, vagy pedig sem. De kajak amúgy. Érted? Nem elég, hogy leharapta, de még lehetséges, hogy meg is mérgezte az a kígyó. De hát csak nem volt mérges. Na de ahogy látjátok, most már a műtőasztalon fekszik. It took 20 hours of operating on me until the doctors were able to fix... 20 órán keresztül műtötték? Az brutál hosszú műtét akkor. Fix my cucumber enough, so that I could pee relatively normally into a toilet again. No! És az orvosok megoldották ez a műtétnek köszönhetően, hogy
viszonylag normálisan tud most már pisilni. Az amúgy előrelépés, nem is kicsit. However, the doctors told me that I would never be able to make love to a woman again. És az orvosok azt is mondták neki, hogy soha többé nem lendítheti akcióba az uborkáját. Outside my hospital room, trying to interview the boy. És ami az egészet még rosszabbá tette. Seriously? Do you think I want to tell? Hogy a kórterme előtt voltak emberek újságoktól, tévéktől, ugyanis mindenki meg akarta interjúvolni a srácot, akinek learapta egy kígyó a péniszét, miközben WC-n volt. De érted, szegény, csak próbálgatnod felépülni meg minden, erre nem hagyják ott nyugodtan. Miért engedték be egyáltalán őket a kórházba? Nem is értem. Ezután végre visszamentek Amerikába, a barátnője pedig lelkesen ott várt őt a reptéren. Hát, hamarosan közölni fogsz majd vele egy kis dolgot. We were both raised strictly Catholic and still virgins. We had planned to have our first time after we got married, but now I had to tell her. Nagyon, de nagyon katolikusok, és csak utána szerették volna, hogy megtörténjenek bizonyos dolgok, miután összeházasodtak. Okay, but she ordered herself a banana split. I waited until. Leültek egy kávézóba, hogy megbeszéljék, hogy mégis mi történt a srácsal, és mondja a csávó, hogy nem viccel, a barátnőm egy banán kelyhet rendelt magának. Until she was finished eating, and then I told her the news. Miután megette, elmondta a srác neki a történéseket, hogy mégis mi történt, arra számítottam, hogy sajnálni fog engem, vagy valami, meg szeretné nézni most azonnal, ezért elmentek a kávézónak a WC-jébe, és a srác megmutatta neki. She started laughing so hard that tears were running down her face. I have. Nem már amúgy. Szegény csávó, mennyire megalázó lehetett ez neki. Érted, a barátnője, akit mindennél jobban szeret, és az egész életét vele tervezte leélni, ahelyett, hogy őt támogatná, kineveti. És mert a nevetéstől bekönnyezett meg minden. Most okay, hogy ez egy olyan szituáció, ami 500 millió emberből talán egy emberrel történik meg, de akkor is. Azért vagy a barátnője, hogy támogasd még a leges, legrosszabb szituációkban is. That her reaction completely destroyed the little confidence that I had left. After she had calmed down, I asked her if she was okay with the fact that I would never be able to make love with her. Mondja, hogy az a kevés magabiztossága, ami még megmaradt neki, az is teljesen eltűnt, miután látta a barátnője reakcióját rá. Stay. De másnap, she said she was busy. Amikor elhívta a srác találkozni a barátnőjét, a csaj azt mondta, hogy ő most nagyon elfoglalt. Akkor a történtek miatt gondolom, szépen most már folyamatosan rázza le a srácot. Completely stopped responding to my messages. I have to tell you, it hurts to be rejected because of your body. Ezután pedig a csajszi már nem is nagyon válaszolgatott az ő üzeneteire. Because of something you have no control over and that you can't change. I felt like such a loser. I thought I would never be able to sat. Hát megértem, haver, de érted? Annyira jól mondja, hogy erről az egészről ő nem tehet. Csak éppen rosszkor volt rossz helyen, és mégis ő issza meg ennek a levét. A történtek után teljesen bizonytalan lett. És bármikor, amikor beszélt egy lánnyal, minél hamarabb megpróbált véget vetni annak a beszélgetésnek, és már nem is akart új barátnőt azért, I was scared of having to tell her about my embarrassing condition. Mivel félt elmondani a lányoknak az ő furcsa dolgát. Stop talking to girls, and instead completely focused on college. I think I wanted to get straight A's to compensate for what I was lacking.
egyáltalán nem beszélt már lányokkal, és csak az egyetemet nyomta, és minden fájdalmát, minden baját a tanulásban élte ki. But I just grew more and more frustrated. And de I came folyamatosan to the conclusion that if egyre, egyre make it work, that I can make it work too. And that's what frusztráltabb lett, és így elkezdett gondolkozni, hogy végül is, hogyha a leszbiknél működik, akkor nálam is fog működni. I decided to start dating again. And I ezért elkezdett újra randizni. Erről van szó. Mindjárt fog jönni a Chelsea, aki ismételten visszahozza a srácnak az önbizalmát. És itt lesz happy endünk, nézzétek csak meg. My current girlfriend, legalábbis nagyon remélem. At a college party. It took me 5 dates with her to work up the courage to tell her about my condition. 5 randiuk volt már, és az 5. randi után mondja meg neki. She wasn't creeped out or anything. I mean, hogy mégis mi történt, de szerencsére a Chelsea nem akadt ki meg semmi. Oh, I lost my cucumber. I can still make her happy. I mean, lesbians can make each other happy too. Annak ellenére, hogy volt ez a kis baleset, boldoggá tudja tenni az új barátnőjét, de nézzétek meg, hogy milyen aranyos. Ágyba viszi neki a reggelit, meg minden. Látjátok, hogy az exe miről maradt le? Erről van szó. Hős vagy haver. Broke up with me, because otherwise I would have never met Suzanne. And I can't tell. És azt mondja, hogy most már boldog, hogy az exe szakított vele, mivel akkor, ha nem szakított volna, nem találkozott volna Suzannal. How much I love her. She is much nagyon, nicer de nagyon than my ex. Szereti ő, fact, és sokkal, de sokkal jobb, mint az ő exe. Egyetemre van egy 5000 szavas beadandója, de ő nagyon, de nagyon megbetegedett, és lázasan feküdt egész hétvégén az ágyában. Utána pedig megjelent a barátnője egy csomó papírral, amit odaadott neki, ugyanis megírta a srácnak az egyetemi beadandóját. És akkor ennyi is lett volna ez a történet. Hát látjátok, bajban derül ki, hogy ki az, akire igazán tudtok számítani, és aki komolyan titeket miattatok szeret. A saját személyiségetek miatt. Ugyanis látjátok, történt egy ilyen esemény, és a barátnője csúnyán otthagyta őt. Na de akkor ennyi is lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot a Facebook, illetve az Instagram oldalon, plusz a webshopom is ott van lent a leírásban. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem, már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretne lemaradni semmiről, akkor mindenféleképpen gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan. Addig is, szevasztok!